Üdvözlök mindenkit, nekrokrim vagyok, jön egy kis Destiny 2 fegyver bemutató. Igen, tudom, megígértem, hogy csinálok egyet mindazok számára, akik szeretnék az alapokat megtudni a fegyverekről, és hogyan működnek a destiny -ben. Azt viszont el kell, hogy mondjam nektek, bár szignifikáns időt töltöttem el a destiny de úgy hiszem, hogy vannak olyanok, akik mélyebben belemennek a fegyverekbe, nem feltétlenül magyar youtube között, külföldiek között, úgyhogy ha nagyon-nagyon mélyen akarsz belemenni a fegyver fizikájába ennek az egésznek, akkor lehet, hogy egy külföldi videót kell megnézni ezen a téren, de, és ez egy nagy de, el kell mondjam, hogy Destiny 2-ben mindegyik, tehát nem bonyolult, a Destiny 2 fegyverrendszer egyáltalán nem bonyolult. És pont ezért, hogy nem bonyolult, el lehet mondani, hogy Destiny 2-ben minden fegyver jó. Ám viszont ugyanazon fegyvernek két változata hatalmas különbséggel bírhat. És ez köszönhető a fegyver perkeknek. Szóval minden fegyvernek Destiny 2-ben úgynevezett perkei vannak, mint ahogy itt láthatjátok, ennek a Nightshade-nek ott van az Under Pressure és a Kill Clip nevezetű perk. Szóval ezek azok, amelyek két ugyanazon fegyvert hatalmas különbséggel láthatnak el, jó? Az, az a hatalmas különbség az pár 20% maximum, szóval. És Ettől függetlenül, ha például nem fogsz ki jóperkes fegyvert, nincs pánik, az a fegyver, még tökéletesen működik. Ha kifogsz egy jóperkes fegyvert, akkor meg nagyon örülsz neki. Című történet. Szóval, Destiny 2 fegyverműködése ilyenné. Ráadásul, Uh, el lehet mondani azt, hogy például amíg a Tengőd sorban vagy Dreaming Civil-ben 5 és 10 ezreket damage egy fegyverrel, ugyanazon fegyverrel mondjuk a Földön vagy a Nessuson, már csak 500-akat damagessz. Mivel hogy így van megcsinálva a Destiny 2 rendszere, hogy adott bolygóhoz alakítja azt a fegyver damagessz, szóval sosem érezheted, túl op magad, mint például ugye Warframe-ben, hogy mondjuk a földön darálod az enemiket, mint a semmit, és, és ugye egy nehezebb küldetésen meg, mit tudom, csinálsz egy jó fegyvert Warframe-ben, és az százas enemit ledarálja, a földön meg Isten király császál bolygó uralkodó leszel. Most így mondtam, hogy ezt így kettőben nem. Így, hozzá hozzáalakul a fegyver damage -e a, a bolygó, azon a bolygón, ahol vagy. Nos, vágjunk akkor bele. El lehet mondani Destiny 2-ről, hogy a fegyverrendszer egyáltalán nem bonyolult, mivel nem tudunk kritikus esélyt, kritikul, uh, critical damage-et. Ha ezeknek utána akarsz nézni, akkor akkor ilyen... Uh, kb. bele kell nézni a játék fájljaiba, uh, konkrétan, hogy kiderüljön, hogy minek mekkora a kritikus esélye, critical damage-e, mitől jobb, de nincs rá szükség, mert nem olyan bonyolult a rendszer, mondjuk, mint a Warframe modolása a fegyvereknek. Ebből a szempontból, amire figyelned kell, az egy-két perk kérlek szépen, és hogy hogyan működnek ezek a fegyverek. Vegyünk néhány példát, hogy ráérezzétek a, a gondolkodás menetére a játéknak. Itt van például a Nightshade, aminek van egy ilyen perkje, hogy Kill Clip. Kill Clip, Reloading after kill grants increased damage. Szóval, ha újra töltesz egy kill után, akkor megnövekedett damage-ed lesz. Hasznos perk, igaz? Szóval, lősz egyet, újra töltesz, bim, már is nagyobbat fogsz damage -elni. mindaddig fogsz nagyobbat damage-elni, amíg ki nem fogsz a lőszerből. Újra töltesz, megint nagyobbat a Amit megfűszerez mondjuk ez az under pressure, ami annyit tesz, hogyha minél kevesebb lőszer van a táradba, annál, hogy is mondjam, egyenesebben és jobban és visszarúgás nélkül lő a fegyver. Kipróbáltam ezt a fegyvert, nemrég farmoltam ki kurva erős, és nagyon-nagyon kényelmesen és jól lehet vele lőni, és erre még itt vannak különböző ilyen perkek, amivel fel lehet ruházni. De ez a fegyver, ha bár jó, de annak köszönhetően, hogy például itt van ez a fegyver, aminek még inkább e, jobb statjai vannak legalábbis az én elgondolásom szerint, megint csak van egy kill clip, ugye bár. Ami azt csinálja, ugye, hogyha újra töltök, miután öltem valakit, nagyobb lesz a damage -em. Amit ráfűszerez, hogyha a precíziós lövéssel, vagyis headshottal ölök, akkor ö, megnövekezik az újratöltési újra idő. Ha kiürítem a tárat, megnövekszik az újratöltési idő. Szóval nem elég, hogy geci gyorsan töltök újra, folyamatosan, mert mindig kiürítem a tárat, folyamatosan megnövekedett damage tudok dolgozni. Mi, nem? Ráadásul ezt megfűszereztem, egy olyan, Deals, Extra Damage Against Powerful Elements. Tehát ezek a további modok, amiket bele tudtok tenni a fegyverekbe. Minden fegyvernél meg kell gondolni, hogy nagyjából mit, te, uh, mit teszel bele. Ebbe két mód mehet bele. Én azt mondom magamnak, az egyik az, hogy a különböző rank and file nevezető enemik, csak most nincs ilyen modom, uh, piros élettel rendelkező enemik ellen délen nagyobb damage vagy itt van a erősebb, vagy is a narancssárgás, nem ott teljesen sárga, hanem ez a narancssárgás uh, enemik ellen uh, délen nagyobb damage -et. Mind a kettő egy jó változata. Eleve az, hogy a kill nagyobb damage-et a kis enemik ellen amúgy is nagy damage-et ez a fegyver alapból, és még ugye a, a powerful enemik ellen is egy kicsit Bebiztosítottam magamnak. Ez a mod nagyjából 10-15%-kal ad nagyobb demiget, amit általánosan kiosztana Ezek az, a powerful enemik ellen. Szóval, uh, ja, nagyjából uh, így állunk. Szóval, egy ilyen gondolkodás mellett van, de még fokozni, ha még fokozni akarnánk ezt az egészet, akkor uh, például itt van ez a shotgun. Ennek a shotgun egy úgynevezett Rampage nevű módja van. Ezt tartják talán az egyik legjobb modnak az egész játékban, és ilyen perknek az egész játékban, mivel azt csinálja, hogyha ölsz ezzel a fegyverrel, akkor háromszorosára felsztekkelődik a damage -e. Igen, igen nagy damage lehet vele kiosztani. Úgy gondolom például, hogy egy shotgun esetében van potenciálisan egy mox, két golyóval öl, a Rampage hihetetlenül hasznos tud lenni, és ezt megint csak megfűszereztem egy olyan... Öm, moddal, ami a bosszok ellen, illetve a járművek ellen ad extra damage-et. Egy shotgun bosszok ellen Destiny-ben eleve kurva effektív. Még egy ilyen moddal, ami rám egy tökéletes. Szóval az elmélet lelősz kettő-három kisenemit, utána rámész a bossra. De hogyha nincs is a rampage mondjuk bekapcsolva, legalább van egy amivel a bosszok ellen nagyobb damage-et tudsz Kiosztani. Szóval ez, ez, is egy, ez is egy gondolatmenet az egészben. Nem igazán tudsz mellélőni a destinivel, hogy őszinte Na akkor például itt vannak a szniperek. A szniperek esetében a Rampage kifejezetten jó mód. Szóval, mert, mert a szniperek szinte mindegyik, mindegyik Sniper egy golyóval öl. Tegyük fel, lelősz kettő, ebben négy golyó van ebbe a szniperbe. Rampage. Ugye Három kise nemit lelőz, háromszoros rempézs, a negyedik golyót megtartogatod a bossnak, hello, szevasz. Értitek, hogy mire gondolok itt már, ugye? Uh, amit természetesen meg megint csak fűszerezni, ha majd lesz egy olyan modom, amit a... De van, tessék, powerful, enemik ellen, uh, dílejen extra damage de valószínűleg megtartogatom a bosszokra, szeretek szniperekre rámenni bosszokra. Szóval... Uh, ja, így is lehet megcsinálni. Ilyak esetében megint csak egy rampage, hihetetlenül, hihetetlenül jól uh, jön, mivel az ijak 1 max 2 íj-jal ölnek, könnyű felsztekelni ezt a bizonyos et uh, Ide meg csak beraktam egy -e, uh, random modot, Illegy, igazából nem random, mert az ilyal sokszor levök úgy, hogy nem célzok rá, és jobb lesz az akurasia, hogyha nem célzok uh, ezzel az ilyal. Ennyi, le van, uh, le van darálva az ijak nagyjából hú, 20-30 ezer, ezreket is képesek sevezni egy sima enemire. Uh, akkor tessék, itt van például megint csak egy gondolatmenet. Itt van például ez a fegyver. Imádom ezt a fegyvert, és tudjátok miért? Van benne egy kill clip, csak 14-es tára van, és full auto trigger system, ami annyit jelent, hogy lenyom az zegeret, és ez full autóba lő. Kill clip, 14 tár, full autóban. Na most ez a fegyver, megfűszerezve ezzel a moddal, ami annyit csinál, this extra damage against rank and file enemies, tehát a piros életű enemik ellen deal -el extra damage-et, 14 golyó, golyónként ez a kis fegyver 5 és 10 ezer között lő nekem, ez a kis fegyver, attól függ, hogy mit, hogyan, hány, hogy találom kill el, kill clippel, akár tízezerig is fölmegy ez a damage, láttam már, de az általánosa az ilyen 5-6 ezreket lő golyónként, golyónként, 14 golyó nagyon gyorsan kimegy belőle, mindig újra töltök, mindig újra kell töltsek. Tehát folyamatosan megnövekedett enemik, uh, megnövekedett damage -en lövök, uh, és extra sebzéssel bírok a piros életű enemik uh, felé. Szóval, jap, yep, uh, egy, egy ilyen gondolat menet van az egész mögött. Akkor uh, beszélgessünk például PvP fegyverről parancsoljatok a, például a Go-Figure nekem az egyik favoritom, főleg úgy, hogy a Pulse rifle azok meták jelenleg sajnos a PvP-be, van benne egy Rampage, és e, miközben mozgok, akkor jobban tudok célozni e, magasabb a tárom, tehát hogy is mondjam, ha mellé lövök, megenge, megengedi a hibázást, hogy őszinte legyek. Ráadásul beleraktam mondjuk egy ilyet, mert hogy multiplayerről van szó, amint uh, zoom, zoomról leveszem a fegyveremet, azonnal visszajön a radar. Hát ha multiplayerben valami fontos a destiny az a radar. És, és ja, hát jöjjön vissza uh, a radar. Ráadásul ezt meg tudnám fűszerezni egy uh, olyan exotikus helmettel is, ami folyamatosan radart ad című történet, szóval még amikor zoomolok, akkor is van radarom ezzel, szóval lehet ahogy kombinálod, minél jobban kombinálod annál jobban kiélezheted um, a damage -edet. ugyanez, például a misfit az egy rampage um, nagyobb stabilitást ad Ez, ezt a fegyvert én például a gambitra használom extra damage, powerful enemik ellen, ott van elég powerful enemy, ez a fegyver kurva gyorsan lő, szóval a kis piros életű enemiket ledarája, mint a ott se lennének, és valá, voilà, közben meg, mit tudom én, dropom a orb multi killeket, szóval, ja, így is, így is lehet csinálni a történetet, hogy gyorsabban történnek újra a képességek, és a többi, és a többi. Szóval, nagyjából azt hiszem, hogy elmondtam amit lehetett mondani. Ami az armon és fegyver kapcsolatát illeti, meg kell gondoljátok azt, hogy melyik fegyver kategóriát szeretnétek jobban használni. Látjátok például itt van egy special ammo finder, ami kifejezetten talál a shotgunokba, a sniperekbe ammót akkor uh, van heavy ammo finder, ami az a biztosít el téged, hogy mindig találsz heavy ammo mint például a rakétavetőnbe. Uh, például nekem itt van ez a Thunderlord, amit nagyon könnyű megszerinti, és megszerezhetitek, akkor a heavy ammo finder uh, hihetetlenül jó kooperált a Thunderlord, amivel 220 golyót lehet találni ebbe a fegyverre, és már csak egy heavy ammo finder, már pedig van egy uh, pár heavy ammo finder special ammo finder, és még ebbe is heavy ammo finder van. Szóval amit látjátok, két heavy ammo finder, egy special, két, uh, két... special heavy ammo finder és egy primary ammo finder, szóval a set eleve úgy van kirakva uh, ebből a max setből, hogy, hogy egymást boostolják a fegyverek, ne rohannja ki lőszerű, mindig leyen special ammo, mindig leyen heavy ammo, szóval konkrétan heavy ammo-ra, heavy ammo-ra uh, járogassak vele. Uh, gyerekek, talán azt hiszem elmondtam mindent, amit én uh, tanultam és tapasztaltam a Destiny 2 fegyverével kapcsolatban, a gondolatmenettel kapcsolatban, hogy hogyan látom én, vagy hogyan gondolkodok, vagy bildelem. Ettől sokkal precízebb bildek is vannak, és um, az egész mögött igazából a hogy hogyan használd ki a képességeket, fegyvereket, úgy kombinálod a különböző exotikusokkal, amelyeknek például ad különböző buffokat, és a többi, hogy, hogy um, jó legyen, hogy gyorsan jöjjenek vissza a képességeid, fegyvereid gyorsan jöjjenek, és a többi. úgy csinálod vele, hogy akarod, de ha nincs is exotikod, már pedig az lehetetlen lesz, még így is teljesen jól jársz. A Destiny 2 nem über nehéz játék, ahhoz, hogy minden szinten meg tudj vele um, felelni. Nos, srácok, nagyon köszönöm a figyelmet, remélem, hogy tudtam segíteni, remélem, hogy hasznos videó volt, ha igen, akkor dobjatok egy lájkot, iratkozzatok föl, uh, addig írjátok meg, hogy mi lenne az a következő Destiny 2 téma, amit szeretnétek, hogy uh, körbefoglaljak, ez lenne a, a komment szekcióba, és ja, Köszönöm a figyelmet, sziasztok!